A legkisebb zaj, fény is ilyen hangosnak, zavarónak hat az autista gyermekekre. A Hétvezér általános iskola pedagógusai megtapasztalhatták, hogy mit élnek át nap mint nap azok a tanulók, akik integrált intézményben tanulnak. Az Arany János Egymi ilyen érzékenyítő foglalkozásra régóta készült. Kialakítottak egy programot Ismerj meg, fogadj el, fogadj be címmel. 6 alkalommal vártuk a többségi pedagógusokat, akiknek elmondtuk az autizmusra kapcsolatos ismereteket, és megpróbáltuk őket érzékenyíteni, és mivel, hogy április 2-án vasárnap lesz az autizmus világnapja, ezt a hetet most az autizmus nevében tartjuk, és szeretnénk most itt a Hétvezériskolába hagyományteremtő módon első alkalommal az itteni pedagógusok számára egy érzékenyítő foglalkozást tartani. A Hétvezér általános iskolában tanulnak olyan gyermekek, akik már kaptak autista kódot, vagy az autizmus jegyei felfedezhetők bennük. A mindennapjaikban a tanulásban nyújtott segítséget egy-egy ilyen érzékenyítő foglalkozás, amely során a pedagógusok ismeretekkel gazdagodhatnak, tapasztalatokat szerezhetnek arról, milyen egy autista gyermek, mit érzékel az őt körülvevő világból. Minden oktatási, illetve nevelési intézményben egyre nagyobb számban vannak jelen azok a gyermekek, akik különböző nehézségekkel küzdenek, többek között azért, mert autisták vagy autisztikus jegyeket hordoznak magukkal, és nyilván az ő elfogadásuk, integrációjuk csak úgy lehet teljes, hogyha olyan eszközökkel, olyan gyakorlatokkal tudjuk felvértezni magunkat, amelyekkel segítjük az ő mindennapjaikat itt egy többségi, normál általános iskolában. Az Arany János Egymi Autista Intézményi Egységének gyógypedagógusai ismereteket adtak át, gyakorlati jellegű játékos feladatokkal érzékeltették, hogyan boldogulnak a mindennapokban az autista gyermekek. A pedagógusok megtudhatták többek között, hogy az autista gyermekek esetében mennyire fontos a korai felismerés, a korai fejlesztés, a napirend, egy-egy feladat megoldásában az információs táblák és a megszokott, biztonságos környezet.